Hát köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Azért ennek van egy hátulütője, hogy nem kell bemutatni, hogy mondani szokták falukon, hogy nem akarom részletezni, kinek milyen híre van. Tehát Rákóczinak azért jó híre van, és egy olyan jó erős másfél órában kell gondolkodnunk, lehet, hogy kettő lesz belőle, de annyi nem lehet, tehát 3-4-8 és 8 körül abba fogjuk hagyni. Ez azt is jelenti, hogy ez a nesze semmi fogd meg jól tipikus esete lesz, úgy általában hozzá kell szokni, hogy témakörök egy nemzet életében azért sokkal többet érdemelnek, mint hogy kutyafuttába egymást egy kicsit lelkesítve, vagy andalítva, vagy akár más irányból, ne adj Isten, más utakra terelve oda-vissza tájékoztassuk. Jelen pillanatban a nemzetnek óriási lemaradásai vannak saját magához képest, és időt kell szentelni. Ha én megkérdezem azt, hogy a hallgatóság háromnegyede televízió előtt naponta mennyit tölt el, hát több előadásnyi időt fog kitenni. Tehát nem árt tudni, azt mondom, tisztelet a kivételnek, tehát ne abból induljunk ki, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet elmondani. Nyilván megpróbálkozunk egy személyes képletet, vagy képet, személyiség képletet felállítva második Rákóczi Ferencre emlékezni. De ez az emlékezet, ahogy Molnár V. József mondaná, ez a nagy emlékezet. Tehát ez valahogy úgy van jelen, hogy nem is könyvekből olvasgatja az ember, hanem egészen egyszerűen második Rákóczi Ferenc úgy közel van minden korosztály szívéhez és lelkéhez. Az más kérdés, hogy ő ennek tényleg meg is szolgált, tehát alapot adott, viszont tudni kell azt, hogy nagyon sok mindent nem nagyon szoktak tárgyalni, és hogy haladunk előre az időben, a történetírásnak a szempontjai egyre inkább beszűkülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem nagyon azt vizsgálják, hogy annak a kornak mi volt a világszemlélete, mi volt a világképe, mi ösztönözte az embereket, hanem egészen egyszerűen száraz eseményeket, kronológiákat, neveket felsorolva lassan már oda jutunk, és ezt ne értse senki félre, hogy nagyon sokan nem is tudják azt, hogy a áldott jó Habsburg uralkodók ellen mondjuk 150 éven keresztül, 1526 után Buda visszafoglalásáig, majd utána a második Rákóczi Ferenc idejében, miért volt annyi felkelés? Hát megvolt a nemzetnek erre az oka. És úgy tűnik, hogy nagyon alapos oka volt egy olyan helyzetben, amikor hát ezt a költészetben úgy sikerült megfogalmazni, hogy két pogány közt. Tehát amikor a nemzet jobbjai, meg egyáltalán a mindennapi élet gerincét képviselő korosztályok rádöbbennek arra, hogy hiába tartozik az egyik hatalmi bázis a kereszténységhez, sokkal cudarabbul, csúnyábban viselkedik időnként a nemzettel, mint az, akitől hát eleve még vallási különbséget is fel lehet számolni, és mondjuk, hát nem nehéz kitalálni, hogy azért a török világban is megvoltak az óriási nagy visszásságok. És kevesen tudják, hogy gyakorlatilag Trianon előkészítésében hosszú évszázadokon keresztül Szulejmán szultánnak is eminens szerepe volt, bármennyire hihetetlen. Tehát abban a két nagyhatalom egyet értett, hogy a Kárpát-medence területi egységét, hát jobb, hogyha nem tartják meg. És minden jel szerint most már egyre több adattal rendelkezünk, a három része szakadt ország idejében olyan helyzet alakul ki, hogy a nemzet önerőből azért két ilyen hatalommal nem tud szembeszállni. Tehát ez egy tényleg nagyon nehéz helyzet. És mi a legnagyobb csoda? Az, hogy mégis a nemzeti kultúrát, műveltséget, anyanyelvet, és hát a jövőnket megtartották, megőrizték, és hogyha kellett, nem nemzedékenként, hanem minden él pillanatban minden nemzedék minden nap küzdött a haza megmaradásáért. Tehát mi el nem tudjuk képzelni, milyen nehézségek lehettek azokban az időkben. Mert mire eljutunk második Rákóczi Ferenchez, hát előtte van egy előtörténet. És tudni kell azt is, hogy maga második Rákóczi Ferenc a kuruc nevezetet szinte le se írta. Tehát, hogyha neki azt mondták volna, hogy ez egy kuruc mozgalom,
Hát ő magát nem ebbe a kategóriába sorolta volna be, minden esetre hűvös távolságtartással kezelte ezt a fogalomkört, ez elsősorban Tököl Imre mozgalmára és az azt megelőző korokra is már jellemző volt. Ő magát nem ebbe a megfogalmazásba, vagy hogy úgy mondjam, szinten definiálta és határozta meg. De vállalható egyébként a kuruc megnevezés, mert valahogy így tanultuk, így idegződött be, csak ilyenkor döbben meg az ember, hogy amit mi napra kész információként úgy gondolunk, hogy biztos, hogy igaz, hát ebben az esetben sem állja meg a helyét. És ezért kell mindig az adott korszakot megvizsgálni, mert nagyon sok mindent meg lehet érteni, például azt, hogy Bethlen Gábor idején hogyan létezett az az erdélyi csoda, hogy Bethlen Gábor egy erdély, hát nézzük meg a Kárpát-medencéhez viszonyítva, Erdély benn van a Kárpát-medencében, a Kárpát-medence szerves része. Na most ebből a tartományból, területből azért ezek nem szép megnevezések, mert azon belül, a Kárpát-medencén belül ezt mindig is számon tartották, hogy ami a nagyban a Kárpát-medencére jellemző, az magára Erdélyre is. Tehát teljes egészében önellátó és önfenntartó. Na igen ám, de azért mégis nézzük meg az akkori hatalmakat Európában. Ebből a kis, hogy úgy mondjam, Erdély országból Bethlen Gábor fejedelmsége ide alatt nagy hatalmi tényező vált. Na most mai korra esetleg van-e üzenet? Hogy lehet valamiből, amiből nem is gondolná bárki, egészen egyszerűen most nem politikai szintre gondoljunk mindig, nagy hatalmi tényezőt, önnellátásra berendezkedve? Hát teljes egészében meghökken az embernek a 21. századi nem csak ránk vonatkozik, az egész emberiségre, ez a kiszolgáltatottság. Önfeladás mindenhol. Valami kisebb probléma adódik, alig vannak már olyanok, akik meg tudnák mondani, hogy mi lesz holnap után, a kisebb baj után. Na minden esetre tehát visszatérve, van egy olyan időszak, hát ami meglehetősen izgalmas, híres vasvári béke, 1660-as években járunk, amikor visszavonhatatlanul, még ezt úgy szokták mondani, hogy a Habsburg párti vagy hűsége lévő nemesség is elfordult a Habsburg dinasztiától, és ennek megvolt a maga különbejáratú oka. Mi lehetett az oka? Ezért indul el a Veselényi féle szervezkedés, hát Veselényi Ferenc nádor nem éri meg a végét, és meghal. De valószínűleg őt is kivégezték volna. Tehát Zrínyi Pétert ekkor végzik ki. Nádasdy Ferencet, országbírót ekkor végzik ki. Azért valamire figyelmeztetni szeretnék. Itt olyan családok, hogy úgy mondjam, és az országnak olyan vezetőségét fejezik le, hát ami abban az időben ugyanúgy pótolhatatlannak számított. Nádasdy Ferencnek például olyan festmény képtár kincsgyűjteménye volt, ami hát pillanatok alatt eltűnt. Európa legnagyobb, ma úgy mondanánk, galériája volt az övé. Fel sem tudjuk becsülni. Zrínyi Miklós, amikor meghal, rövid időn belül a kincseit, a könyvtárát széthordják. Na most ilyenkor valamire oda kell figyelni. Hát itt, ha valaki meghal, akkor utána mindent, ami nem az ő tulajdonát képezi, ezek szellemi értékek és kincsek. Hogy lehetséges az, hogy eltűnik? Na most ez egy külön kérdés, ezzel nem fogunk foglalkozni, mert akkor hát panosszal töltenénk ki a rendelkezésre álló időt. De hogy megértsük azt, hogy mi történik II. Rákóczi Ferenc idején. Aztán Buda felszabadul. Ennek mindenki nagyon örül, csak van egy probléma. Elméletileg Habsburg Lipót magyar király, és császár is egy személyben, szent koronával meg lett koronázva. Van egy koronázási eskü, amit egyébként IV. Károly is letett az utolsó királykoronázás alkalmával 1916. december végén, csak éppen érdekes módon nem sikerül betartani az eskü-pontoknak a megtartását. Na most úgy tűnik, itt sem sikerül. Mert ő, mint, hangsúlyozom, elméletileg, mint magyar király.
pontosabban a magyarok királya. Tehát a magyarok királya, az tulajdonképpen nem biztos, hogy magyar király. Tehát ő a magyarok királya volt. Mi történik ezután? Kiderül, hogy ő nem egy örökséget akar visszakapni, ami a nemzeté, hanem hadiúton, fegyverjogon szerzett tartományként tekinti a felszabadított részeket, és a birodalomnak akarja alárendelni. És miután a nemzet azért 150 év szakadatlan küzdelem, azért úgy végig lehet gondolni, hogy ilyenkor nemzedékről nemzedékre kik szoktak meghalni. Hát van egy csata, a vezekényi csata, négy, ha jól emlékszem, Eszterházy testvér hal meg abban a csatában. Eszterházy Pál nádor tulajdonképpen, aki Eszterházy Miklósnak, a nádornak a fia, és majd ő is nádor lesz, hát nem ő a rangidős ebben a családban. Csak meghalnak a család idősebb tagjai. Tehát ez mit jelent? Észre se vesszük, de a legjobbak véreznek ki. Tehát mi a nemességet, nem beszélve a főnemességet, hát valami meghaladott dolognak szoktuk tekinteni, és büszkék vagyunk, hogy nem vállaljuk azt, amit még egy semmiféle vagyonnal rendelkező nemes is vállalt, mert a nemesség ezt jelentette. Mit jelentett a nemesség? A nemes nem pénzzel adózott, hanem a vérével adózott. Na most mi kerül többe egy családnak? Ha minden tizedik gesztenyét adóba leadózza, tehát nagy elnyomó rendszer volt mondjuk, de most sokkal korábbi középkori példára megyek vissza, vagy ha veszélyben a haza, és a magyar haza időnként nagyon gyakran van veszélybe, akkor a vérünkkel áldozunk. És ez mit jelent? Lehet, hogy meghal a csatamezőn. Arany János, ha nem hallottunk volna róla, nemes volt. Vörös Marti Mihály, ha nem hallottunk volna róla, nemes volt. Petőfi Sándor, amikor egy kicsit rosszabb paszban volt, úgymond jobban úgy elcsendesedett, akkor nemes egyszerűséggel kijelentette, hogy ő magyar nemes. Tehát fogjuk fel, hogy Kölcsey Ferenc, ha nem hallottunk volna róla gyakorlatilag a 20. század elejéig, a nemzet műveltsége, ha nem tűnt volna föl, olyan emberektől származik, akik a nemzet gerincét, a nemességet alkotják. És teljesen mindegy, hogy gazdag vagy szegény, miért? Mert a nemességnek van még egy titka. Például egy kerékgyártónak a fia esztergomi érsek lehet, és majdnem római pápa. Egy Vargának a fia esztergomi érsek lehetett, Szalkai László, ott hal meg a mohácsi csatamezőn. Tessék ma próbálkozni. Állások megvannak, tessék. Ha minden elképzelhető, Kinizsi Pál honnan kerül fel? Tehát, hogy érthető legyen, a nemzet egészét jellemzi egy erkölcs. És ehhez az erkölcshöz próbál igazodni. És tulajdonképpen minden nemes egyenjogú volt, és ez nem kis tétel, hanem a méltóságok viselésében különböztek. Tehát a méltóságok viselésében különböztek. És lehetett valaki nagyon nagy méltóságú, ha méltatlanná vált, ugyanúgy elveszítette. Jöhetett valaki kunyhóból, ha méltóvá vált, ugyanolyan magasra jutott fel. Hát mondja meg nekem valaki, hogy Bethlen család hol volt, a Rákócziak hol voltak, a Tököliek hol voltak. Gyakorlatilag pont annak a 150 évnek, a három része szakadt ország életének, a közjogi küzdelmek idején, nemzeti királyság visszaállításának, hogy úgy mondjam, próbálkozásának idején, élni vagy halni, ahogy Petőfi Sándor mondaná, élet vagy halál másfél évszázadában. Hát az ember így tényleg így megdöbben. Olyan családok kerülnek a legmagasabb szintre, Eszterházyak, Estorás például. Honnan kerültek olyan magasra? És akkor jön a tanmese, jó házasság. Na most jön egy következő tanmese. Hogy lehetséges az, hogy mondjuk egy családon belül, ahol megvan a leány vagy az asszony, tehát kiházasítható és nagyon gazdag és vagyonos. És mintha népmesébe járnánk, a legegyszerűbb szegény gyereknek odaadják feleségül.
Na most akkor mi a baj ezzel a nemességgel? A reformkorban mi történt? Hát nálunk nem az az 1848 történt, ami ilyen éhséglázadás, dohányárának felemelkedése és hasonló csacskaságok robbantják ki mesterségesen Európába. Battyányi Lajos kormánya, felelős magyar minisztérium, világos. Hát egyszerűen tényleg ott tartunk, hogy sehol nem tartunk. Sztereotípiák mennek, tévéadások, nagy lelkesült jelszavak, ünnepekhez én mindig ugyanazokat a jelszavakat kapom meg. És mindig elmondják, hogy megtörténtek a programpontok, beteljesedtek. Hát nekem a 48. március 15-12 egyet mondjon valaki, hogy beteljesedett. Unió Erdéllyel? Magyar katonák idegen földről hazahozva? Hasonló dolgok. Hát észre se vesszük, hogy időnként mi történik. Soha jobb nem volt, most jött el a Kánaán. Hát én gyerekkorom óta hallom. Majd akik most gyerekek, majd ugyanígy meg fognak öregedni. Adja az Isten egyébként. És mondhatják az unokáiknak, ó, hát figyelj, lelkesedni már ér is érdemes. És tényleg van miért lelkesedni. Minden esetre tehát Buda felszabadul. És kiderül, nem is olyan egyszerű a helyzet. Ország bizonyos területei elnéptelenedtek, fegyverjog, tehát ez nem azt jelenti, hogy a haza felszabadítása történt, hanem egy új tartomány jelent meg a látóhatáron. És a következő választás, megelőző időszak, ma úgy mondanánk országgyűlés 1687-ben, olyan helyzetbe kerül a nemzet, hogy el kell fogadni bizonyos pontokat. Például azt, hogy lemondunk a szabad királyválasztási jogról. Tehát a Habsburg dinasztia hatalma örökletessé van téve. Ilyen egyébként nincs a világon, mert minden elmúlik, de semmi baj. Tehát tulajdonképpen ez nem lehet választani. A másik pedig II. András királyunk aranybullájának bizonyos törvényei, leginkább pedig a záró cikkely, az ellenállási jog. Ennek mi volt a lényege? Ennek az a lényege, hogyha az uralkodó, tehát maga az uralkodó, a szent korona ellen, tehát az ország minden szokás joga ellen vétséget követel, nem is hibáról van itt szó, hanem tulajdonképpen szembeszegül az ország jogrendjével. Akkor mi a nemességnek a feladata és a kötelessége? Nem csak feladat, hanem kötelesség. Ha kell, fegyverrel érvényesíteni kell a magyar szabadság jogokat, az alkotmányos jogokat. Na most ezt eltörlik. És közben pedig olyan események történnek, vagyonok elkobzása. Van egy olyan időszak egyébként, ezzel nem nagyon fogok foglalkozni, csak azért vázolom fel egy kicsit ilyen futtába a történelmi helyzetet, hogy érezzük, hogy szabadságharcra a nemzet, hát ez nem olyan, mint indián törzsek békeszerződés keretében olyan szövetséget kötnek, hogy azért 10 évenként kiássák a csatabárdot, hogy ne tunyuljanak el, ne puhuljanak el. Egyébként legritkább esetben van ilyenkor halálos áldozat. Ezt inkább egy ügyességi játéknak lehetne, bátorsági játéknak lehetne nevezni. Na de élethalál helyzetben, amikor nemzet ki van vérezve, senki nem gondolhatja komolyan, jaj, olyan jót aludtunk, eddig ébredjünk fel, megint egy szabadságharc. Hát, ha vérbe folytják. Hát, ha majd annyian sem leszünk, holnap után, mint most vagyunk, vagy mint tegnap voltunk. Nagyon nyomós oknak kell lenni. És van egy olyan időszak úgy a vége felé, tehát ezt már jeleztem, vasvári béke idején, amikor olyan győzelmeket aratnak a keresztény, azon belül magyar seregek, hogy a nemzet, és kapaszkodjunk meg, hogy ez mit jelent. 1660-as években a nemzet saját erőből saját magát fel tudta volna szabadítani. És Habsburg Lipót a török szultánnal milyen szerződést köt? Mintha vereségek sorozatát szenvedtük volna el. Tehát azok, akik elsősorban szent korona hűség, na de szent koronával Habsburg uralkodót koronáztak meg. Tehát akár a családhoz való hűség, akár a szent koronához való hűség, de hangsúlyozom, ez elsősorban a szent koronának, a koronás uralkodónak szól.
Ez egy alapvető sajátosság. Még az esztergomi érsek is, ahogy mondani szokták, föllázadt. Miért? Mert napnál is világosabbá vált, mit jelent a két pogány közt. Összejátszanak a nemzet feje fölött. A nemzet akkor még annyi erővel rendelkezett, hogy saját maga kezébe tudta volna venni az ügyeket. És eltelik még több mint 20 esztendő, vérzések, kivérzések sorozata kezdődik megint el. És olyan eljárások, hogy mondva csinált perekkel elkoboznak birtokokat, kivégzéseket tartanak. Hát Rákóczi felsorolja a vádpontokat, a sérelmeket, Eperjesi vésztörvényszék, nem tudom, hogy ki hallott róla. Egy délután alatt gyakorlatilag minden bírói ítélet nélkül Felvidéken, Eperjes városának főterén nemeseket, polgárokat fejeznek le, utána négyelik fel őket. Hát az ember elképed. És az egyszerű lakosság pedig a behívott zsoldos hadak garázdálkodása miatt olyan helyzetbe jut, hogy inkább hódoltsági területekre menekül. Most képzeljük el ezt a drámai helyzetet. Tehát hangsúlyozom, el nem tudjuk képzelni. És mindig vannak példák. Na most nem ezzel akarom az időt eltölteni, hanem hát a nemzet azt a korszakát éli viszont, hogy meg is tud feladatokat oldani. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elvárnánk, és második Rákóczi Ferencnek gyakorlatilag a legnehezebb feladat jutott. Ne felejtsük el, Bocskai, Zrínyi, vagy bárkit említhetnék, ők mind Buda visszafoglalása előtti korszakhoz tartoznak. Rákóczi már utána jön. Tehát, ahogy mondani szokták, így itt tényleg, amikor tél vége van, a tavasz még nem jött el, nem látjuk, hogy egyáltalán remény van a tavaszra, gyakorlatilag semmi nincs, csak rossz idő van. Ez a tél csend, hó, halál, ahogy Vörös Marti Mihály mondaná, csak ez a tél utót fogja jelenteni. Tehát tényleg drámai a helyzet. És tényleg Duna-Tisza köze, hát megüresedett földek a Kárpát-medencén belül. Ezeket gondolom tudjuk, pillanatok alatt idegenekkel, jövevényekkel fogják benépesíteni a területeket. Tehát nem negyedik Béla a tatárjárás után, mert ez is egy közhely. Semmi adat nincsen, hogy a tatárjárás olyan volt, amilyennek tanuljuk. Hát 1242-től 20 éven keresztül IV. Béla 18 országos hadjáratot indított. 12 országos hadjárat az azt jelenti, hogy vagy a nádor, vagy a király vezeti a seregeket. Egy győztes csatát nem tanulunk. Miért? Mert nem lehet síratni semmit. Meg szajkozni azt, hogy milyen gyengék vagyunk megint. 1246-ban Kijev alatt kergetik a magyar seregek, a tatár seregeket. Hát miért nem ezeket tanuljuk? Hát mert akkor mi lesz az összképpel? Mi lesz azzal, hogy úgy mondjam, csak belénk súlykolt kisebb rendűségi képzett kör vihar világgal, hát ami minden magasrendű kezdeményezés pillanatok alatt rommá tud dönteni, hogy ugyan már csak nem gondolod. Hát majd látni fogjuk, hogy mi mindent fogunk még itt menet közben végig gondolni. Hanem tehát akkor visszatérve Rákóczi. És említettem, hogy itt felmerülnek ám kérdések, hogy egy ilyen férfiú, mint második Rákóczi Ferenc tulajdonképpen milyen családból származik. Hát ki hallotta a Rákócziaknak a hírét, nyilván a kortársak nemességen belül számon tartanak mindenkit, de sok évszázad távlatából visszanézünk, és honnan indultak a Rákóciak. Mondjuk az öreg Rákóczi Zsigmond, aki már eljut Erdély fejedelemségére. De egyáltalán honnan jönnek? És van egy nagyon érdekes tétel, amit nem veszünk komolyan, úgy általában, csak így meg szokták mosolyogni, mint az egész magyar irodalmat már egyébként meg lehet mosolyogni. Miért? Mert Petőfi 1848-ban Élet vagy halál, szeptemberben ezt írja. Hát most csak egy verséből csak egy szakasz. Föl nemzetem föl, jussanak eszedbe világhódító híres őseid, egy ezred év néz ránk, ítélő szemmel, Attilától egész Rákócig. Honnan?
Attillától egész Rákócig. Egy ezred év. És az ember tűnődik, mi ez az ezer év? Hát lassan már állandóan Szent Istváni ezer évről beszélünk, de jelzem, hogy előbb-utóbb úgy kiöregedünk, hogy ugyanúgy ezer évet fogunk mondani majd pár száz év elteltével is. És észre se vesszük, hogy hát minden magyar költő, honfiú, ha megnyilatkozik, Janus Pannonius, ezer évről beszélnek. És ahogy megyünk előre az időbe, nem árt tudni, hogy 2019 van. Tehát ez mit jelent? 1038-ban hal meg Szent István. Lassan úgy beszélünk ezer évről, tehát újra jelzem, hogy már Szent István se fog beleférni. De hajrá, csak így tovább. Tényleg már csak gratulálni lehet. Hát minden műveltség ismer egy időszámítási kulcsot. Miért? Mert az ezer év, az tényleg sokat mondó, de egy biztos, ha máshonnan nem, a Bibliából is ismert lehet. Ami itt ezer év, az az Úr szemében egyetlen egy nap vagy pillanat. Tehát ez mit jelent? A perzsa hagyományban, tehát iráni műveltségben ugyanezek az alapszabályok jelennek meg. Tehát van egy ezer éves átszámítási kulcs, ezer éves királyság például a Jelenések könyvében, ami mindig ezer év lesz, de azért időnként tudni kell, hogy az nem attól ezer év, hogy én a jelenlegi naptári időszámítás szerint ezer évet valahonnan le fogok oda-vissza számolni. Ez egy kozmikus léptékű számítási lehetőség. És ez arra figyelmeztet, hogy a történelemnek, történelem ritmusának van egy ezer éves, hogy úgy mondjam, szívdobogási képlete. Tehát úgy, hogy kilégzünk, belégzünk, ezeket úgy számon kell tartani. Tehát ezer évenként radikálisabban változik meg minden, mint 500 évig. Egy biztos, ha Attilától Rákócziig számolunk, akkor itt Petőfi Sándorral nagyon egyet kell érteni. Miért? Mert az utolsó lehetőség a nemzeti királyság visszaállítására, magyar történelemben utoljára mikor volt? Ki az, aki alkalmas is lett volna, hogy magyar király legyen? Második Rákóczi Ferenc. És onnan meghökken az ember, mintha maga a nemzet rendezkedett volna be arra, hogy még pár száz évet egészen biztos végig fogunk nyögni, sírni, szenvedni, de visszük a keresztet emelt fővel, ahogy lehet. De Rákócziig még vannak lehetőségek. És aki kezébe a legnagyobb lehetőség volt, Bethlen Gábor. Azt is lehet tudni, hogy miért. Több éven keresztül nála volt a magyar szent korona. Tehát akit meg lehetett volna koronázni a magyar szent koronával, egyedül gyakorlatilag 1526 után, még abban az évben pontosan fogalmazva, Szapolyai Jánost megkoronázzák. Egyébként ő az utolsó nemzeti királyunk. Következő évben már ellen királyként Habsburg Ferdinándot megkoronázzák. Szapolyai úgy hal meg, hogy az ország kincstára teli van, ezt sem már tudni. Nekem sem volt jó véleményem egészen addig, ameddig kicsit meg nem néztem, hogy mi történt abban a korban. Hát az ember elhűl. Hát ezt szapuljuk, ezt a Szapolyait. És a szultánnak nem hűbőre se. Hát ma nézzük meg, Magyarország milyen helyzetben van gazdaságilag. Multinacionális cégek, tudjuk, hogy mit jelent? Tudjuk, hogy mit jelent? Tehát Szapolyai János nem volt végeredményben a szultán hűvére se. Az más kérdést, hogy tőle függött, de az erkölcsi tartás és a nemzet gerince még megtörhetetlen volt. Aztán jön erdélyi fejedelemség élén Báthori István, János király fiának, János Zsigmondnak halála után. Erdélyi fejedelemségről meghívják Lengyelország trónjára. A legnagyobb lengyel királyok között emlegetik mind a mai napig Báthori Istvánt. Jegyezzük meg, mert kulcsfontosságú tétel lesz. Báthorinak olyan zseniális elképzelése volt, amit viszont nem tudott megvalósítani. Miért nem tudta megvalósítani? Pont a megvalósulás időszakában, amikor már római pápával is egyeztettek a hadak
vonulásáról, akkor éri utol a halál. Időnként mindig akkor ér utol valakit a halál, amikor már nagyot tenne, mondjuk egy Bocskait, mondjuk egy Zrínyi Miklost. Mindig meg lehet indokolni egyébként, csak azért mégis az ember úgy csodálkozik, hogy mindig akkor kopogtat, amikor tényleg nagy változás lehetne. És kevesen tudják, hadtörténészek néha elmondják, hogy a török kiszorítása a Kárpát-medencéből, nem fogjuk elhinni, kinek a tervei alapján történt. 1680-as évek második felében. Bátori István, aki egy évszázaddal korábban is kicsit túlélt. Tehát, hogy kik éltek abban a korban. Ő volt az, aki rettenetes Ivánt egészen Moszkváig szorította vissza. És legyőzte. Három hatalmas hadjáratban. És Lengyelország a saját függetlenségét éppen ezért abban a korban, mind a mai napig Báthory Istvánnak köszöni. És Báthory Istvánnak volt az az elképzelése, hogy Erdély és Lengyelország együtt, az már viszont egy nagyon nagy erő. Tehát ő nem mondott le Erdélyről, hát a lengyelek szemére is vetették, hogy Krakkóba sokkal inkább magyar udvar tartott, mint lengyel udvart. De neki sokfelé kellett figyelnie. Na minden esetre, tehát visszakanyarodva az eredeti kiindulási ponthoz, mert az idő az most már tényleg úrrá lesz rajtunk, és annak nagyon rossz következményei lesznek. Tehát ez mit jelent? Rákóczi származás történetében ő végig sokkal büszkébb volt az úgynevezett nagyanyai vonalra, mint mondjuk akár az apaira. Ez engem egy pillanatra úgy melbeütött. Most megint egy ilyen gyónásféle következett. Hát miért? Most megint egy dolgot nem tudunk. Kik voltak a bátoriak? Tehát nem árt tudni, királyokat adnak a világnak, fejedelmeket. És hát végig az ország vérkeringésébe középkor óta legmagasabb szinten vannak jelen. És ha például valaki mondjuk családi sírhelyeiket felkereste még Bethlen Gábor idején, hát aki végtisztességet Báthory Gábornak megadta a maga idejében, leírják a kortársak. Báthory család tagjai nem egy romlatlan testtel nyugszik koporsójában. Hát ezek szent történetekben találunk ilyeneket. Ezek eltűntek. És nem az a baj, hogy mondjuk nem tudunk oda menni, hanem az, hogy nem is érdekel bennünket. Miért? Mert holnap futballmeccs lesz. Aztán holnap után egy új sorozat indul. Lehetőleg harmadik évad, 154. résszel előrejelezve. Tehát, hogy érthető legyen, napi időnk pillanatokra, minden percre, pillanatra le van kötve. Ez mit jelent? Nem tudunk gondolkodni. Nem látunk át dolgokat. Nos, átlátás nélkül, belátás nélkül, meglátás nélkül nem nagyon veheti egy nemzet a kezét sorsába. Miért? Mert állandóan manipulálhatóvá válik. De ezek közhelyek. Na most visszatérve tehát Rákóczira, honnan emelkedik fel? És nagyon kevés szerző írja le, de akad. A Rákócziak címere az eredeti, most kapaszkodjunk meg, nem a fekete sas volt. Keréken és három szikla vagy hármas halomból kiemelkedő keréken álló sas, egyik kezében kard és a fején pedig ilyen hercegi fejedelmi jelvény. Nem ez volt az eredeti címerük, hanem Fekete Holló. Fekete Holló. Na most megállunk. Tehát veszünk egy lélegzetvételnyi időt, és hát az ember úgy elkezd úgy tűnődni, hogy egyáltalán hunyadiak honnan jöttek. Tehát időnként tényleg, mint az üstökös. Valaki megjelenik az égbolton. És mindent megvilágít a környezetébe, és minden csillagot a fényével túlvilágít. Na most tényleg nézzük meg második Rákóczi Ferencet, de olyan módon, amikor egyszer Papp Gábor azt találta mondani, teljes joga, hogy második Rákóczi Ferencnek a maga korában nem volt kortársa. Na most ilyenkor a hallgatóság egyik fele meg szokott sértődni. Tehát nem emelkedünk,
és kérdezünk vissza, hogy mi ennek az oka, alapja egy ilyen sommás kijelentésnek, hogy na hát megint az elragadtatás hevülete, mert csak így látjuk a világot. Kérdés, IV. Béla királynak volt-e kortársa Európában? Szent Istvánnak volt-e kortársa? Sorolja. Szent Lászlónak volt-e kortársa? Nagy Lajos magyar királynak volt-e hozzáfogható kortársa? Na ugye, hogy milyen egyszerű a dolog? Tehát észre kell venni, hogy mit adtunk időnként az emberi műveltségnek és a világnak és a világtörténelemnek. És egy biztos, nem mindig völgyek hullámvölgyeinek legalsó fokán kell kereskélni. Mert Mátyás királynak, gondolom tudjuk, közel-távol nem volt kortársa. Ki az angol uralkodó? A francia király? Habsburg Frigyes? Nézzük meg, hogy Pius pápa, korábban Énel Silvius Piccolomini, aki titkára volt Habsburg Frigyesnek. Hogy nyilatkozik róla? És hogy nyilatkoznak a kortársak, diplomaták, akár ellenséges beállítottságú országból is, ha érkeznek, Mátyás királyról? Na ezért nem árt egy kicsit komolyabban gondolni egy olyan meghatározást, erkölcsi szinten járunk. Most második Rákóczi Ferencnek a korában hozzáfogható párját erkölcsi szinten, más szinten sem nem fogjuk megtalálni. Mert kit keresnék? Habsburg Lipótot? Vagy a fiát első Józsefet? Vagy 12. Károly svéd uralkodót? Vagy Nagy Péter orosz cárt? Vagy Erős Ágost lengyel királyt, aki nem azért volt erős, mert erős volt, hanem ismerjük azt, hogy állandóan erősködik valaki. Ezt az ifjúság még az én időmben is egy szívózásos magatartás mintával azonosította. Vagy 14. Lajos francia király. Tehát erkölcsi nagyságokról van szó. És kiderül, hogy nem lehet Rákóczi mellé állítani a korból senkit. És csak egy nagyon egyszerű példát fogok mondani. Így nyilatkozik Rákóczi 1707-ben. Például, Isten engem használt föl méltatlan eszközül, hogy felébresszem a magyarok szívében azt a szabadság szeretetet. Tehát eleve, hogy fogalmaz. Tehát nem új gazdasági elv. Tehát meghirdetik a piacgazdaságot, és kiderül, hogy tulajdonképpen ez magyar esete azt fogja jelenteni, hogy gyarmati gazdasági állapotokat hoznak létre. Hát a piacgazdaság, szabad versengés az azt jelenti, hogy az itteni vállalatok, amik jelen voltak még, azok szárnyalhatnak és versenyezhetnek. Hát ha valaki elmegy távoli afrikai országba vagy ázsiaiba, még járnak a régi Ikarusz buszok. Csak úgy érdekességként mondom. Mihez tartás véget? Na de visszakanyarodva, mert tényleg ez így nem szép dolog, tehát hogy érezzük, ez tényleg egy gyönyörű hozzáállás. Ugyanis Rákóczi legmélyebben és legmagasabban nem abból indult ki, tehát erkölcsi szinten, hogy győzni bármi áron. Egy dolog vezérelte. A nemzet szívét, az embereknek a szívét, az emberek szívében az, hogy szabadság, szeretet, hogy nem rabszolgának született, hanem szabad embernek, azt a lángot fellobbantani. És ezzel ő azt mondja, ha ezt a célját elérte, akkor tulajdonképpen megtette, amit megkövetelt a haza. És figyeljünk oda, hogy hogy fogalmaz. Azt a szabadság, szeretet, amely úgy látszott, kihűlt és hozzászokott a bajokhoz. Na most már Rákóczi leírja, hogy ébredj hazám. Petőfinél programmá válik, hogy ébredj hazám. Vajon most mit szólnának? A legönfelettebb furcsa állapotban vagyunk. És kicsit inkább úgy vagyunk, hogy nem merünk előre gondolni. Mint a halálos beteg, aki tudja, hogy nem tudja, hogy hány nap még az élet, tehát tulajdonképpen úgy a pillanatoknak él. Pedig egy nemzet nem a pillanatoknak él. Nagyon távlatos jövőkép bontakozhatna ki, és pozitív is, ha tényleg saját szemszögünkből
hogy a szív szeméből próbálnánk meg tájékozódni. Aztán ezt írja. Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nem csak a nemzetnek, most figyeljünk, nem csak a nemzetnek, de egész Európának és az egyetemes kereszténységnek szolgálhatunk. Rákóczi Ferenc. Tehát az, hogy a magyar szabad, visszaszerezte szabadságjogait, az az európai kereszténységet teszi keresztény Európává. És nem csak a szavak szintjén, ahol ma használják. Kevesen tudják, hogy Franciaország 1789 óta nem keresztény. Anglia Cromwell óta nem keresztény. Világos? Miről beszélünk? Nem is értik, hogy mi miről beszélünk. Miért? Mert ők nem 150 éven keresztül védték a hazájukat és tartották Európát az elfogadhatóságnak és a jövő számára fontos szinten, hanem más népeket gyarmatosítottak, igáztak le és kontinenseket kifosztottak. Erre rendezkedtek be. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem onnan kell várni segítséget, ahol sem fog érkezni. És végül említettem a koronázási esküt. Tehát az ország területi épségét azt védeni kell, oltalmazni. Ha elfoglalják, vissza kell szerezni. Na most Habsburg Lipót szent koronával megkoronázott király volt. Letette a koronázási esküt. Ugyanakkor látványosan, tehát nagyon látványosan a szent koronát felajánlotta Szűz Máriának. Most erre mit lehet mondani? Ezt Szent István már megtette. Na most innentől kezdve érdemes lesz odafigyelni. Habsburg Lipót. Talman konstantinápolyi követét utasította, érj el akár Magyarország déli részének felajánlása árán is, hogy a törökök támadják meg Rákóczi hadait. És hát gyakorlatilag ilyen idézeteket világ végéig lehetne olvasni. Tehát mi a hozzáállás egy ügyhöz? Tehát teljesen máshogy látta a két fél a dolgot. Na de, felmerült akkor, hogy ki volt Rákóczi. És kiderül, hogy tulajdonképpen, ez engem is meglepett, ezt ma már többször mondtam, de tényleg, gyermekkora óta egymástól független szemtanúk, akik vele élnek, mondjuk tanárai gyerekkorában, vagy a emigrációban van Franciaországban, akkor 14. Lajos udvari emberei, és közben azért eltelik néhány évtized. Ugyanúgy fogalmaznak. Na most ebből kapunk egy kis ízelítőt. Tehát gondolom tudjuk, hogy Munkács várát 3 éven keresztül, ez azért nem 3 teljes év, ostromolják a császári hadak. És miközben Tököl Imre hol török fogságban van, hol elengedik, teljesen egyedül maradt, özvegy állapotában veszi őt feleségül Tököl Imre, Tököl Imrét elfogják, tehát teljesen egyedül marad Zrínyi Ilona. És itt jön egy érdekes tétel. Mi az, amit nem tudott Zrínyi Ilona, amit tudnia kellett volna? Kiderül nő létére, és megint egy apróság. Egy átlag nőnek, ha ma olyan jogai lennének, mint a középkori magyar királyság területén. Világos? Hát eltüntetnek jogokat, lerombolnak kultúrákat, amikor már mindenki van gyomlálva, nincs példa, akkor kijelentődik, hogy elérkezett a szép új világ. Majd mi megmutatjuk, és felszabadítjuk azokat. Kevesen tudják, a Bastille-ban 1789-ben hány fogoly volt? Hát 2 vagy 1. Tulajdonképpen ehhez képest. Rá 1-2 évre Franciaországban hány politikai fogoly van? Hány embert fejeznek le, még saját magukat is körbefejezik? Hogy érthető legyen. És mindig rosszabb lesz az előző állapotnál, és mindig úgy van terelve a dolog, hogy az volt a rossz, és most jön a jó, most még azért nem jó, mert az annyira rossz volt, hogy most küzdeni kell azért, hogy mégiscsak jó legyen. Na minden esetre tehát 3 évig nem bírnak Munkács várával.
Ő áll Zrínyélona állabástyán. Gyógyítja a betegeket, kötözi. Saját kezelésű gyógyszerekkel, kenetekkel látja el. Van egy olyan pillanat, amikor a mellette lévő udvarhölgy, ma így mondanánk, becsapódik egy ágyú golyó, és ennek a lánynak leszakítja a fejét. Hát azért ki lehet találni, hogy ma hogy viselkedne egy ember. Még 3 hétig kezelésre kellene járni. És ez nem az, hogy sajnálat hiány nincs, az erős lélek, nem a hisztériás, aki tévébe megnézi a vérfürdőket, mert már csak az van, értelmetlen mészárlásokkal indul. Mondjuk nem lehet tudni, hogy első snit 150 embert lemészároltak. Hát emlékezzünk gyerekkorunkra azokra a kedélyes csete patékra, amikor 3 boxmérkőzés ment végig egy ilyen szereplő páros komikus megnyilvánulásaként. Tehát, hogy érthető legyen, közben vizionáljuk a világot, és ezek, akik nézik, hát elnézést, az életbe helyt kell állni. És ne felejtsd el Donyec medencét, ne felejtsd el a balkáni háborút nem is olyan régen. Hát, hogy érthető legyen, feje tetejére állt világban élünk. És ha nincs felkészülve, hogy fog viselkedni? Önmagából kifordulva, vagy sokkot kapva? Tehát helytállás. Hát Mátyásra is ez volt a jellemző. És van, amikor a 10 éves Rákóczi Ferenc, 10 éves akkor, hevétől lelkesítő beszédet mond a csüggedő katonáknak. És a katonák nem úgy veszik, hogy na ez a kisgyerek mit szövegel nekik, hanem lelkesek lesznek. Na de minden esetre tehát elhangzik az, Kaprara utána Karafa fogja dolgokat intézni, császári hadvezérek, végül Zrínyélona, és még egy dolgot nem szabad elfelejteni, Buda visszafoglalása gyakorlatilag homályba borít minden magyar ügyet. Tehát Habsburg-Lipóta az elképzeléseit a diadal mámorában, hát ez is egy alapvető dolog, Rómában, Amsterdamban, Párizsban kevesen tudják. Körülbelül 1/2 éven keresztül városok főterein a budai vár makettjét állították fel, és eljátszották, hogy hogy lett visszafoglalva. Akkor mi az, hogy magyar ügy? Mi az, hogy magyar királyság? Vagy egyáltalán magyarság jelenléte? Hát Európa kellős közepén van Magyarország. Ma se tudják, mikor szabadult vissza Buda, mondjuk. Mert nem úgy éltük meg sajnos, hogy szabadulás, hanem egy újabb nehéz időszaknak a kezdeteként. És végül feladja a várat Zrínyélona, mondván, hogy tényleg tarthatatlan, és európai közvélemény kezd ám odafigyelni, hogy hogy lehet, hogy a diadalmas császár egy asszony ellen hadakozik. Azért gondolom érzékeljük, kicsit olyan furcsa a dolog. És kezd presztízs kérdéssé válni. És végül is egy nagyon méltányos béke feltétel mellett eldöntik, hogy feladják a várat, és ez tényleg nem volt állítólag rossz szerződés. A teljes kincstárat, amit a bátoriaktól, zrínyiektől, szécsiektől, veselények, tehát amit megörököltek, azt úgymond esküterhe mellett, Habsburg-Lipót úgy nyilatkozik, hogy majd hát természetesen megőrzése nála marad, amíg nagykorúak nem lesznek a gyerekek, vagy Zrínyélonával rendeződnek a dolgok, és minden vissza. Rákóczi hogy ír erről? Ezekből a kincsekből soha életben már egy darabot sem láttam. Hova lettek? És azért az egy nagy kérdés, hogy Rákóczi a szabadságharcot, neki jobban felszerelt katonái voltak időnként, és hogy úgy mondjam, tisztábbak és kicsit uniformizáltabbak jó értelemben, mint 14. Lajos királynak. Tehát még a gombvarró műhelyig is megszervezni mondjuk a magyar ipart. Miből finanszírozta? Óriási kérdések vannak. És Báthori Zsófia, nagyanya állítólag nem kevés csekéségű kincset rejtett el, nem mondom, hogy hol, mert akkor nyilván felmerül, sokan arra gyanakodnak, hogy nem minden kincs került Bécsbe, hanem rejtek helyeken valami maradt.
De ez egyelőre a regényírásnak a világához tartozik. Na de visszakanyarodva tehát, elindulnak Bécs felé. Pont 12. születésnapjára érkeznek oda, Rákóczi 12. születésnapja, március 27-e. Órákig megalázó módon várakoztatják őket, még a bécsi polgár lakosság pedig ismerjük, hát a tömeg lélektan, fel vannak heccelve, és mindenféle dobálások, gúnyolódásoknak teszik ki Zrínyi Ilonát és a gyerekeit. Bemennek Bécsbe, pár nap alatt szétválasztják a családot. Tehát esküszegés. Nem lehetnek együtt. Juliannát Kolostorba, Rákóczit 12 éves korában pedig Csehországban, nagyon jó iskola volt, jezsuita iskola egyébként, tehát nem az a baj, hogy az rossz volt, az egy nagyon méves, de átnevelés szándékával. Tehát a gyereket átnevelni jó alattvalónak. Ez a Neuhausi jezsuita iskola. És amikor oda kerül, na most itt jön az emberség. Hát most képzeljük el, válig érő haj. Aranygombos, drága köves, hogy úgy mondjam, viselet. Szabja. Tényleg, mint egy kis herceg a legszebb történelmi filmekből. És így néznek a gyerekre. Hát hajvágás például. Mindenbe beleadja a derekát. És egyszer csak észrevesz egy térképet. Európa térkép. Pontosabban, hát a birodalomnak a térképe, benne a Kárpát-medence. Pillanatok alatt kikeresi Munkács várát, és elkezdenek patakzani a könnyek a szeméből. És kérdezi a jezsuita nevelője, tanára, még rögtön a legelején vagyunk az odaérkezésnek, hogy hát miért? És csak annyit mond, ezt nem lehet olyan könnyen és gyorsan elfelejteni. És szerencsére se könnyen, se gyorsan nem volt hajlandó felejteni. És ekkor adják róla ezt a leírást, de a legnagyobb tisztelgés keretében. Március 27-én töltötte be 12. életévét, de olyan nagy és kifejlett termetű, hogy 3-4 évvel idősebbnek látszik koránál. Tehát a 12 éves ifjú fejedelem, az végeredményben 16 évesnek is kinéz. Magyarul beszél, és latinul csak nem tökéletesen. Arca barnáspiros, sötét a haja, melyet nem rövidre nyírva, hanem hosszú vállaira omló fürtökben visel. Most figyeljünk, mert lényeges. Egész valójában semmi középszerű nincs. Szavai, magatartása, járása mind méltóságteljesek, fejedelemhez méltóak. Hány éves? 12 éves. És nem azért sír, hogy a legómat nem tudtam bevinni. Vagy a nem tudom milyen prospektus, lapozható kis kiadványt. Tehát, méltóságteljesek, fejedelemhez méltóak, minden kevésség nélkül, ez a lényeg. Minden kevésség nélkül. Tehát a méltóság az nem azt jelenti, hogy az orromat a sarkcsillagig fennhordom, hanem az azt jelenti, hogy mindenkihez közvetlen vagyok emberként. És egy embernek, minden embernek van méltósága. És a méltóságot próbálom a másikban is felfedezni és megbecsülni. Amilyen nemes, olyan emberséges. Jól lehet, tekintélyét mindig megőrzi. Na most nagyot ugrunk az időben, tehát emlékezzünk vissza, ez a 12 éves. Most 14. Lajos francia király udvarában, 1210-es évek kellős közepén járunk. Dizelőr, na jól előre szaladtam, elnézést, hát így van az ember, ha jegyzettel dolgozik, és saját maga jegyzetel, azért nem ilyen egyszerű, 1705 elnézést. És itt vagyunk, és Dizelőr Márki érkezik, 14. Lajos király követe, altábornagy és diplomata. Na most ez megint a kibabrálásnak a magas iskolája. 14. Lajos elküld egy olyan embert, aki latinul sem tud, és magyarul sem tud. Tehát ez mit jelent? Nem tud beszélni Bercsényivel sem.
Rákócival azért tud, mert Rákóczi tud franciául. Na most szoktak ilyet tartósan? Hát ilyen nincs a világtörténelemben. És előbb-utóbb Dizelőr Márk is egy kicsit dizájnosan kezdi magát rosszul érezni. Miért? Hát érthető, és kerékkötőjévé válik gyakorlatilag minden nemes ügy elintézésének. És már mindenki úgy van róla, hogy vagy menjen, vagy távozzon, de ne maradjon. Tehát úgy meg lehet választani, hogy milyen szavakkal. De amikor érkezik, akkor még nagy a lelkesedés 1705-ben. De 1708-9-10 felé már, hogy érthető, nem tud ügyeket intézni. Tehát Rákóczi herceg magas, jó alakú, fenséges tartású, szép arcú, szelídség és tanulékonyság szellemének fő tulajdonságai, amelyhez sok jó akarat és állandó szorgalom társul. Sok dolgot tud, és azokat jól tudja. 6 nyelven beszél és ír. Magyarul, latinul, franciául, olaszul, németül és lengyelül. Erényes, dolgos, barátságos, nemes lelkű, jótékony fejedelem. Nagyon pontosan gyakorolja a vallást. Úgy látszik, hogy nincsenek meg benne kora szenvedélyei. Na most ekkor derül ki, ez megint egy meghökkentő tétel. Hát a versailles-i palota kiépítése, gondolom tudjuk, 14. Lajos idejében jut el a csúcsra. Hogy mi minden nincs a palotában. Ami egy falusi házban is elképzelhetetlen, hogy ne legyen. Ez maradjon, hogy úgy mondjam, internetes közügy. Meg lehet nézni. A lépcső fordulóknál végezték el időnként a dolgukat. Világos? Egy palotába. És miért nem vezették be a vizet? És jön a szöveg, azért nem vezették be a vizet, mert a forrás vizek, mint tudjuk, nem megbízhatóak. Hát, ha valami betegséget terjesztenek. Hát az a víz nélküliség sokkal nagyobb bajoknak a forrása volt. Hát ez olyan, mint Szent Erzsébet, amikor elérkezik Türingiába, Eisenachba, és van egy ekkora, mint ez az asztal, ezüstből egy kád a hozományába. És nem tudják ott helyben, hogy az micsoda. És így kérdezik, ágy, vagy valami, fürdőkád. Tehát fürdőkád az arra való, hogy fürödezzenek benne. Tehát a sterilitás, ami most steril, tehát ami most tőlünk nyugatra jellemző, az nem azonos a tisztasággal. Hát a vegyipari termékeket felhasználva mivé lesz az ember? Ez nem tisztaság, hogy érthető legyen. Ez teljesen más kategória. Na de, következő, ez már tényleg Franciaországban van. Szent Simon emlékirata, jiból idézek, hát ő is egy márki. Jelen esetben. És itt vagyunk az udvarban, tehát a napkirálynak, 14. Lajosnak az udvarában. Bölcs, szerény, mértéktartó, egészében véve jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de eléggé megválogatja, kivel áll szóba. Igen könnyed, inkább úgy mondanám közvetlen mindenkivel. Tehát ezek ilyen fordítási dolgok. Ami ritkán található együtt. Tehát megint az, hogy valakinek fensége van, méltósága van, és közben közvetlen. Hát Mátyásra is ez volt a királyra jellemző egyébként. Ugyanakkor, ami ritkán található együtt, ugyanakkor hatalmas benne a méltósága nélkül, hogy modorában bármi is éreztetni a dicsőséget. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a társalgásban, nagyon jól adja elő mindazt, amit látott, anélkül, hogy magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, végsőkig bátor ember. És az ember meghökken, gondolom észrevettük, gyerekkora óta így határozzák meg. Na ezt jelenti azt, hogy valaki embernek születik, és az emberségén belül bejárja a maga útját. Aztán a következő. Ez egy helyi nemesasszony. Soha idegen nem ért el ilyen sikereket Franciaországban. Szeretik őt, becsülik, keresik a társaságát. Aztán a könyvből, Ervárkonyi Ágnes könyvéből, amit már ő is kommentál. Népszerűségére jellemző, hogy az egyik abbé 1714-ben verset írt tiszteletére, amelynek címe Rákóczi fejedelem, avagy az igazi hős mintaképe. És végül az utolsó, Dangeul Márki,
Nagyon bölcs, nagyon szerény ember volt, modora, nemes, előzékeny, nagyon pallérozott és egyszer s mint nagyon könnyed. És ami ritkán jár együtt, nagyon méltóságos is. Tehát gondolom megint észrevettük, mindenki ugyanazt hangsúlyozza. Árad belőle a fenség és a méltóság, ugyanakkor mindenkivel a legközvetlenebb. Mintha nem alattvalókkal lenne adott esetben rangjához képest, hanem családtagokkal lenne együtt. És ami ritkább, nagyon kevés, mint mindenhez együtt, nagyon kevés volt benne abból a szellemességből, most ez a szellemesség, ismerjük társaságba, aki viszi a prímet. Nagyon szórakoztató. Hát elnézést, Rákóczi nem azért van, hogy szellemeskedjen. Ma ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ne aludjon el a társaság vele, hogy ki az ügyeletes szellemeskedő. Tehát nagyon kevés volt benne abból a szellemességből, amely közvetlen érintkezés folytán bámulatot kelt. Annál több abból a másfajta szellemi nagyságból, amely miatt távolról oly sokan kitartóan csodálták. Magas, izmos, nagyon daliás termetű volt. Szeme, na itt jön egy érdekesség, nyugaton vagyunk. Ne ijedjen meg senki, magyar nemes. Hát a magyar arcban mi ezt nem ismerjük fel, hát elmondok egy szomorú történetet, akkor egyszer Párizsból sikerült hazaérkezni. Első nagy út volt, még nagyon-nagyon régen volt, nem is kommentálom, és vagy egy hónapig tartott. És éjszakai utazás után pont a Ferenciek terén szálltunk ki, hát így utaztuk be az országokat, Budapesten reggel. És hát az ember így csodálkozott. Most a gyolnási titok, az remélem megmarad. Lényeg az, hogy az ember rádöbbent arra, amit naponta hallott, hogy milyen a magyar nőknek, lányoknak az arca. Hogy gyönyörűek. Az ember így forgatta a fejét, hogy elnézést, hol vagyok én most? És akkor lehetett észrevenni. Van egy keleti. Ez adja meg, amit mi nem veszünk észre, de az arc típusban bizony keleti örökség nyomot hagyott. Akár tudunk róla, akár nem. Ez adja meg azt a különleges szépséget. Na de erre figyelmeztet a Márki is. Szeme kínai vagy tatárvágású. Hát mi tudjuk, hogy nem, de József Attila mire volt büszke? Ő Batukán pesti rokona. Nem véletlenül írja. Szeme. Hát nézzünk meg egy József Attila képet. Nem vesszük észre. Úgynevezett mongol redő. Tehát észre se vesszük. Tehát ezért van az, hogyha a magyar ember megy keletre, általában felismerik, hogy nem nyugatról jött. Hiába van rajta teljes divatos nyugati, hogy úgy mondjam, felszerelés. Abban a pillanatban megszólítják. Főleg, hogyha még hallanak is valamiféle magyarra emlékeztető szóváltást. Amíg itt tartózkodott, igaz tisztelet övezte a király, a királyi hercegek, hercegnők részéről. És akkor végül egy utolsó, ez már egy kicsit búcsú lesz ettől a témakörtől. Danckában már a számüzetésben, az önként vállalt számüzetésben festi meg róla azt a nagyon híres képet. Ismerjük azt a nagyon híres festményét Rákócziról. Egyébként most éppen a Szépművészeti Múzeumban látható a Hősök terén től, hogyha beállunk, akkor nem jobbra, hanem balra, tehát hogyha frontálisan közelkedünk a Hősök terén, a galéria irányába és a Gábriel Arkangyal oszlopa felé. Na most ezen a festményen, Mányóki Ádám festménye, valamit lehet látni, érdemes megnézni. Hát ha valaki egy ilyen helyzetben, ne felejtsük el, most derül ki, hogy lehet, hogy soha életében nem fogja Magyarországot viszont látni. Minden vagyonát elkobozták, tehát nincs már amnesztia. Sőt, fővesztés terhe mellett ti állapotok vannak. Na milyen az a festmény, ahogy megjelenik? Csak a ruháján lévő kincs. Azért ezekre érdemes odafigyelni, egy hadsereget fel lehetne szerelni vele. És nem véletlenül, és nem ez a lényeg egyébként, de ő maga már a vallomásokban, emlékirataiban, Rodostóban, vagy éppen a Grosbois erdő magányában, a kamaldúli szerzeteseknek a helyén,
kicsit szomorkodik, és elmondja, és bocsánatot kér úgymond a feljebb valótól, hogy ez a pompa kifejtés, ez nem belőle fakadt. Ő népe méltóságát képviselte a világban. És elnézést, ő nem egy talpas szegény gyerek. Ő egy fejedelem. És amikor mondjuk Lizalőr Márki idejön Magyarországra, vagy egy 14. Lajos francia követe bármelyik megérkezik, mit jelentenek haza? A fejedelem nagyobb pompát fejt ki, mint a francia uralkodó. Hogy? Miből? Tehát, hogy érezhető legyen, mi tűnt el közben. Hát az, hogy a Rákóczinak az udvara pompázatosabb, fényesebb, mint az akkori kor legfényesebb királyi udvara. Ez megint csak, hát nem azt mondom, hogy ebből kell kiindulni, de hogy érzékelni kell a szinteket. És legalább egy-két apró kérdést feltenni, hogy akkor ez hogy van. És az a méltóság, ami ott, nem véletlenül mondják egyébként, hogy Mányoki Ádámnak ez a legjobb portréja Rákócziról. Tényleg azt kell mondani, hogy legjobb. Ez a nagyon ismert. De nézzük meg a tekintetét. Hát az a szemvágás véletlenül sincs, csak azért mondom, hogy érzékeljük, hogy közben őt már nyugaton látják, francia udvarban. Tehát látszik, hogy hát nem onnan jött, máshonnan, hatalmas múltat hozott magával. Könnyes a szeme, ha jobban megnézi valaki. Könny van a szemébe, de nincs kétségbe esve. És hogyha én ránézek, én erőt kapok, erőt merítek. És ha jobban megnézem, akkor értem meg. De fájdalma is volt. Tehát, hogy érthető legyen, ő nagyon megszenvedte az életét. És sok mindent feláldozott. Hát kevesen tudják, a majtényi síkon nem úgymond egy vert hadsereg fegyverletétele történt, hanem közjogi szinten a Rákóczi szabadságharc hogy végződött? Közjogi szinten. Győzelemmel. Miért? Mert amiért harcoltak, azt első József király tulajdonképpen azokat a jogokat megadta. Tehát a magyar nemességnek, magyar népnek a szabadságjogait megadta. És nem a fegyvert tették le, hanem a zászlót. Csak hogy Rákóczi miből indult ki, akkor Lengyelországban tárgyalt, még mindig reménykedett, elhagyta az országot. Pont rosszkor egyébként hozzá kell tennem. Tehát Károlyi Mihály nem volt áruló, vagy Sándor, hogy érthető legyen. Tehát az a Károlyi. Hanem valami döbbenetes eleganciával, Pálffy generálissal, aki Labanc oldalon állt, gyakorlatilag nyélbe ütötték a nemzeti szabadságjogokat. Amíg lehet. Csak Rákóczi hosszú távon megint előrébb látott. Miért? Mert ő meg húzta a tárgyalásokat. Miért? Nem tudom, hogy tudta-e, de hogy ki tudta, amikor aláírják a szerződést, első József király már nincs az élők között. Tehát ez mit jelent? Tényleg jobb lett volna várni. Tehát nem véletlenül húzta, vonta, halogatta a tárgyalásokat Rákóczi. De ezt nem lehetett tudni. Miért? Mert előző évben egy elképesztő kemény pestis járvány volt, és olyan téli hideg volt, hogy falvak gyakorlatilag, hát szóval megsemmisültek. És a nemzet is már elfáradt. Tehát, hogy ahogy mondani szokták, valahogy a végére mindenből, leginkább a személyes csüggedésből, a megpróbáltatásokból. Elég volt. Hát ha most aláírják azt, amiért harcolunk, rendben van. És Rákóczi is amnestiát kapott. És minden birtokát visszakapta volna. De ő miből indult ki? Ő az erdélyi rendeknek megesküdött, hogy az erdélyi fejedelemséget nem hagyja el. És első József mindent megígért, kivéve egyet. Rákóczi nem lehet Erdély fejedelme. Holott a magyarság megmaradásának mi volt tulajdonképpen hosszú ideig a záloga a három része szakadt ország életében? Hát pont az erdélyi fejedelemség, hogy érthető legyen. És pont ezt nem. De amnestia van. És mit mond Rákóczi? Köszönöm szépen. Inkább lemondok. De engem,
mármint arról, hogy visszakapjam a birtokaimat, hogy amnestiát, kegyelmet kapjak, mert egyet tudok, mondja ő, hát most saját szavaimmal mondom, lehet, hogy aláíródik a szerződés. De nem volt még olyan szerződés, és a nemzet Habsburgokkal eltöltött másfél évszázada ezt bizonyítja, amit eskütétel mellett ugyanakkor ne szektek volna meg. És hogy fogok én akkor a nemzet szemébe nézni? És ha majd eljön egy új szabadságharc, a nemzetnek megint harcolnia kell, akkor ők hogy fognak rám nézni? És inkább vállalja a bujdosást és a magányt. Pedig gondolom észrevettük, ő azért minden megpróbáltatás viszontagság ellenére, úgy a pompához, a méltósághoz, a külsősége teljes egészében hozzászokott. És a Rodostóban pedig asztalos műhelye volt. És nem esett kétségbe. A bujdosók lelkébe is ő tartotta a fényt és a lehetőségeket. És azért tudni azt, hogy mondjuk Rodostóból emberi számítás szerint itt fogunk meghalni. Azért ez megint nem egy olyan ügy. Ha valaki Mikes Kelemen műveit elolvassa, akkor pontosan tudja, megérkeznek Rodostóba, Bercsényinek mi az első dolga. Hát nyelvében él a nemzet. Anna Gramma megnézte, hogy a Rodostó tulajdonképpen magyarul, úgyhogy szótagcserét követek el, mivé fog válni? Ostorod. Mikes Kelemen írja, és hát mindenki tudta, ez az ostorunk lesz. És ott halnak meg. Hát Mikes Kelemen mindenkit túl fog élni, majd 1760-as években fog meghalni, Rákóczi 1735-ben. Tehát ő a nagy túlélő, aki már tényleg egyedül hallgatja a tengernek minden jajszavát, mormolását, sóhaját és zúgását. És nem csüggettek. Egyszerűen egy vállalt sors, és persze, hogy neki személyében nehéz volt, de azért gondolom érzékelünk egy jelentős tételt. Ma sem tudnánk mást a magyar szabadság zászlajára tűzni, mint őket. Tehát akkor mutattak példát, vagy nem mutattak példát? Öntudatos áldozatot hoztak személyes példafelmutatásra, vagy nem hoztak? Tehát nem vita kérdés. De viszont tovább kell szaladnunk, és megnézzük még közelebbről az ő nemzetségének sorstörténetét és származását. Tehát most nem mondom el, hogy mindig milyen könyvből idézek, akkor a Rákóczi irodalom, hogy nem nagy dolgokról van itt szó. Tehát Ervárkonyi Ágnes könyveim 70-es években nagyon nagy irodalma van. Egyébként a Rákóczi kutatás 70-es, 80-as években nem is volt rossz, bármennyire hihetetlen. Na most következők. Rákóczinak az örökös fejedelmi és közelebbről római szent birodalmi fejedelmi címre két okból is jogcíme volt. Na most kicsit tallózunk. Ki ez a Rákóczi Ferenc? Erdély fejedelme, Magyarország vezérlő fejedelme, Lengyelország időnként megválasztott királya, vagy majdnem megválasztott királya. És visszatérek a Bátor István lengyel királyságához. Na most onnantól kezdve Rákócziig nincs erdélyi fejedelem, nyilván van, de a legtöbb erdélyi fejedelmet. A második Rákóczi Györgyező nagyapja, hát ez az igazi nagy tragédia Erdély történetében, pont egy Rákóczihoz kötődik, akinek unokája második Rákóczi Ferenc. Hát ő mindent elveszít. Miért? Mert meghívják a lengyel trónra. És nem veszi észre, hogy kelepcébe csalják. Lényeg az, hogy az erdélyi daliás nemes sereg, Kemény János, aki majd megint Erdély fejedelme lesz, ugyanilyen fogságba kerül, krími tatárok fogságába. Tehát kiderül, hogy valahol a kulisszák mögött történt egy nagy összjáték, hogy leszereljék azt a lehetőséget, hogy úgymond Erdély fejedelme Lengyelország királya lehet. De Bethlen Gábort meghívják, hát nála a cseh királyság is megcsillant. Tehát kezdjünk el gondolkozni. Kik ezek a fejedelmek? Királyi joguk van. Tehát ez mit jelent? Rangban alacsonyabbak a királynál, de királyságok élére, cseh királyság, lengyel királyság időnként meghívják őket. De mivel nagyon jól sikerült az első, tehát Bátor Istváné,
elképesztő aknamunkával mindig megakadályozzák, hogy valaki innen lengyel királlyá lépjen elő. Na most, talán Rákóczi volt az, akit leggyakrabban szólítottak meg, és például még ki sem robban a szabadságharc, 1702-ben maga 14. Lajos javasolja, mert ez az erős Ágost, ez hangsúlyozom, erősködő volt, de semmi ereje nem volt, és senki nem szerette, porosz irányból érkezett. Tehát mindenki le akarta őt tenni. És közben már vannak nagyhatalmi játszmák, orosz cár, svéd király, porosz uralkodó, tehát, hogy érthető legyen, mennek ezek a nagy összecsatározások. És 14. Lajos 1702-ben írja, az lenne a legszerencsébb, hogyha Rákóczit választanák meg Lengyelország királyává. 1704-ben a lengyel főpapi társadalom Rákóczi mellé áll, a nádor a lengyel marsal, Palatinusnak hívják, a lengyel fővezetőt, a marsa az egy másik, a hadi ügyeket intézi, mindenki Rákóczi mellett áll. Igen ám, de nem tud menni Rákóczi. Miért? Hát egy éve indultak el itt az események, és mit mond? Nem saját dicsőségemet keresem, hanem nemzetem javát. Hogy hagyhatnám cserben őket? És marad. Aztán, amikor Nagy Péter nagyon orosz beavatkozási vonal, ő is Rákóczit látná, lényeg az, hogy végeredményben nem lesz lengyel király, de állandóan ott van a lehetősége. Na de miért birodalmi herceg? Hát most megnézzük. Rákóczinak az örökös fejedelmi és közelebbről római szent birodalmi fejedelmi címre két okról is jogcíme volt. Báthori és a Rákóczi ágról is. Rákóczi különben is leszármazási táblákkal igazolta, amikor 1694-ben maga is szorgalmazni kezdte a címet, hogy mind a Báthori, mind a Rákóczi, mind a Lórántfi zeleméri családok jogainak egyedüli örököse ő és a nővére. Igazolta, hogy ő nem csak Báthori Zsófia fejedelemasszony unokája, hanem ezen az ágon herceg Radziwill és gróf Zagrebski, Sienavaski családokkal is rokon, s hogy nőágon egyenes leszármazottja a Paleologosz házból való bizánci császároknak. Na ezért olvastam fel. Na most emlékezzünk vissza, akik itt voltak a Hunyadi ügytárgyalásánál. Maguk bizánci császári források mit állítottak Hunyadi János császár származásáról? Ezt a Dajka mesét, akit által most megkérdezzük a társaság kétharmadát, Hunyadi magyar volt. Mátyás magyar volt. Na most, ha Szilágyi Erzsébet Hunyadi Mátyás édesanyja, vajon milyen származású lehet Mátyás? Kapcsoljuk be a tévét vagy a rádiót, megtaláljuk. Nem volt magyar származású. Mindig elmondják. Hát Hunyadi János mit mond? Hát majdnem azt, mint Petőfi Sándor, nem születtem volna is magyarnak, az édesapja. És gondolom, tudjuk, hogy Havasalföld annyira havas, hogy gyakorlatilag ma már mindent lehet csinálni, mert felhúzok mondjuk egy redönyt, és kiírom, hogy itt árult mondjuk török szultán sátra előtt gesztenyét Mátyás király. És nemzeti zarándokhely lesz. Tehát, hogy érthető legyen. Kiderül, semmiféle valóságos hagyomány abba az irányba nincsen. Miért? Mert még a szerb néphagyomány is Magyar Jánosnak nevezi Hunyadi Jánost. De hajrá csak így tovább. Hát, ha nem marad semmi a következő történelmi kanyarba. Na de visszakanyarodva a jelenséghez. Maguk császári, bizánci császári hőskötemények úgy beszélnek Hunyadi Jánosról, hogy ő a harmadik császár. Emlékezzünk vissza, itt felolvastam. Görög forrásból le lett fordítva. És ha történetesen 1453-ban felmenti Konstantinápolyt, akkor az utolsó palaiologosz uralkodó kinek adja át a trónt? Nyilván ez is regényirodalomra tartozik, de azért ezeket nem árt ám tudni. Palaiologosz. Ennek a császári háznak 5. István Anna nevezetű lánya, magyar király lánya volt az ősanyja. Na ezért fontosak ezek a dolgok. Olvasom tovább.
Hesseni Sarolt Amália a felesége egyébként, őt veszi feleségül. A család egyik ősanyja, a Hesseni Sarolt Amáliáról van szó, magyarországi Szent Erzsébet Árpádházi II. Endre leánya volt. Rákóczi maga soha nem hivatkozott arra, hogy felesége ereiben Árpád vére foly, valamint fia sem, akiben épp így annyi Árpád vér volt, mint bármelyik Habsburgban. Na itt van a lényeg. Miért? Mert ha van szabad királyválasztási jog, akkor ott mi az alapvető tétel? Hát ezért választják meg Mátyást is. Miért? Mert Mátyás tulajdonképpen Zsigmond magyar király törvénytelen ágából származó leszármazott. Tehát Hunyadi Jánosnak természetes édesapja, de tulajdonképpen édesapjának törvénytelen gyereke. Tehát kiről van szó? Zsigmond magyar királyról, aki hát legszerényebb becslések szerint is nem azért lett magyar király, mert luxemburgi Zsigmond, hanem mert harmadik Béla egy leányának, negyedik Béla két leányának ágáról származó ősökkel rendelkezett. Nem beszélve a többiről. Hát hogy szólnak a magyar törvények? Király csak az lehet, aki a turul nemzetség. Tehát 1301-ben kihal. Jönnek a vegyesházi uralkodók, de miért jönnek? Ugyanúgy az a kötődés, de leányágról folytatódik tovább tulajdonképpen a dinasztia, és nyilván sokkal rejtettebb erekbe, mint addig, ahol apáról fiúra örökölhették mondjuk Magyarország trónját. Tehát férfiágon az utolsó arányágacska letörött. És miért érdekes a dolog? Mert ha megvan a szabad királyválasztás, kit választanak meg a rendek abban a pillanatban, ha szabadon választatnak? Hát nem első Józsefet, nem harmadik Károlyt, hanem ahogy például mindig 14. Lajosra hivatkozok, és tényleg ezek nagyon szép megfogalmazások, nem kérdés, hogy a magyar rendek akár kinek kínálják a koronát, ők úgyis Rákóczit koronáznák meg. Ha van szabad királyválasztási jog. De ahhoz harcolni kell. Tehát az, hogy nekem valóban legyen szavazati jogom. Ne csak arról, és a nemzet valóban a saját sorsát tudja irányítani. Hesseni fejedelem Szent Erzsébet és Türingiai Lajos 12. ízűbeli egyenes leszármazottja volt. Tehát ez volt a felesége. És a fiai, Rákóczi József és Rákóczi György, hát gyakorlatilag potenciális jelöltek. Hát ezért nem szerették a Habsburgok 1906-ig, még Kassára a hamvait, maradványait haza nem hozzák második Rákóczi Ferencet. Tehát végig ott van, hogy ugyanolyan jogot formálhat a királyságra. Csak mi volt tényleg benne a szerénység? Soha egy szóval nem említette. És az ember azért megdöbben. Hát én, ki ne lenne büszke mondjuk egy ilyen feleségre? Szent Erzsébet egyenes ági leszármazottja, 12.-13. nemzedéknyi időben. Hát ezek azért, ahogy mondani szokták, nem kis jelentőségű ügyek. Na de megyek tovább, van ennél még kacifántosabb ügy is. Hát végül is neki is van édesanyja, Zrínyi Ilona. Nézzük meg, ki volt Zrínyi Ilona. Rubikon 2014 második száma, ismerjük, ez a most valami Guinness rekorddíjat is kapott, valami nagy társadalmi elismerés. Nem, hát én most csak viccféleképpen mondtam, hogy ne aludjon itt senki el a legvégén. Tehát, hogy érthető legyen, legismertebb történelmi újságról van szó. A más kérdés, hogy a képek mindig jók, a tartalom az változik, minden esetre ez van. Következő. Megadom a szerzőt, csak azért olvasok, ezeket saját szavaimmal is el tudnám mondani, de van tapasztalat. Társaság háromnegyede nem viszi el. Na ezért olvasgatok fel, hogy vegyük észre, hogy mindent tudunk. Ezek közhelyek. Itt ülne egy történész, már rég kiment volna. Miért? Hát mert ezt tudjuk. Hát persze, hogy tud mindenki mindent. Csak van egy szintje a dolgoknak. A szintet elfelejtik szintezni és érzékeltetni. Elnézést, nem vakontként a föld alatt keressük a helyünket. Hát itt elképesztő dicsőségről van szó, lehetőségről van szó. És nyomhagyás.
A magyarság az emberiség történelmében bizonyítható pozitív nyomot hagyott. És nem egy nyomot hagyott. Tehát ki volt Zrínyi Ilona? És akkor érthető lehet az, hogy miért jön a Vatkan Zrínyi Miklós esetében. Miért? Mert az Zrínyi Miklósnak a testvéröccse Zrínyi Péter, aki a nagyapja ezen az ágon, második Rákóczi Ferencnek. És pont a vasvári béke idejében vagyunk. És a nemzet nagyon érzi, hát Londonban, újságokban, lapokban írják meg. Egyébként ezt is lehet olvasni, mert vannak kiadványok. Csak senki nem olvassa őket. Történészek egymás között, főleg irodalomtörténészek nagyon jól adatolgatnak. Tehát mit lehet most adatolni? Egyetlen egy ember mentheti meg Európát. Ki az az ember? Most Zrínyi idejében vagyunk. Zrínyi Miklós. És egyetlen egy ember hal meg. Hát tudjuk, hogy hány Vatkan vadászaton vett részt Zrínyi Miklós. Az más kérdés, hogy a Vatkan, aki már látott igazi Vatkan, hát a Vatkanám az lehet akkora is, mint nagyon nagy. Nem akarom én ezt apostrofálni, de egyszer Erdélyben az egyik múzeumban, hát 70-es években lőttek ki egy Vatkant. Nem akármi, egy medvét megszégyenítő mérete volt. Ekkora a gyarakkal. Tehát itt nem lebecsülünk dolgokat, csak mindenki tudja, hogy olyan furcsán végződött. És aztán nagyon hamar a császári hadak kirabolják a Zrínyi kúriát. Tehát túlságosan hamar. Széthordják a könyvtárat meg a kincstárat. Na de, mint az köztudott, ősrégi horvát-magyar főúri családból, itt most a magyart fogom én hangsúlyozni, származott. Sőt, ereiben, mint az köztudott. Nem tudom, hogy figyelünk-e. Mint az köztudott. Sőt, ereiben az Árpádok vére csörgedezett, amint azt a kor ünnepelt költője is megfogalmazta, neme királyi vér, nem csak egy közbáró. Ki az ünnepelt költő? Hát ő a balasi rimai vonalon Gyöngyösi Istvánként jelentkezik, és Tököli Imre is Zrínyi Ilona esküvőjén írja azt, hogy nem holmi, most már saját szavaimmal, nem holmi bárói vérből származik Zrínyi Ilona, hanem királyi vérből. És mi történik? Mindenki tudja. Akkor mi miért nem tudjuk? Sokkal jobb azt hangsúlyozni, hogy horvát származású volt, nem? Senki nem volt magyar. Hát valószínűleg Zrínyi Miklós ezért mondja, hogy ne bántsd a magyart. Nem tudod, hogy mi trongálsz és bántasz. És ugyanakkor pedig a testvére, testvéröccse, fordítja le horvát nyelvre a szigeti veszedelmet. Hát egy nemes attól nemes vagy bárki. Könyörgöm, minden ősünk itt van a szívünkben. Miért tagadjon meg bármelyiket is? Világos? Van egy sorsom, van egy utam, azt kell csinálnom. És Petőfi erre hogy válaszol? Ha nem születtem volna is magyarnak. Egyszerű a dolog. És nem, és nem, és nem. Na már... a megfogadása az ügynek. Következő, Bonac Márki 1704-ben, francia király követe. Könnyen le fogja győzni már, mint Rákóczi. Tehát itt még tényleg úgy tűnik, hogy jól mennek a dolgok, és jól is mennek nagyon sokáig. Könnyen le fogja győzni az eléje tornyosuló akadályokat. Visszaállítja hazáját abba a szabad és független állapotban, amelyben a hunyadiak korában volt, és befejezi azt a nagy művet, amelyet 200 esztendő óta egyetlen férfi sem tudott megvalósítani. Tehát ez mit jelent? Nem Európa csendes azon az alapon, amit emlegetnek, hanem kezd végre lecsendesülni. Miért? Mert elmondják azt, amit kevesen tudnak, hogy gyakorlatilag, miközben mi állandóan török háborúkat emlegetjük Európában, milyen háború van? 15 éves háború, 30 éves háború, spanyol örökösödési háború, 10-valahány éves háború, nagy északi háború, világháború van Európában. Az ember megdöbben. Kinek az érdeke? Miért? Egy szerencséje van az akkori európai lakosságnak, nem olyanok a fegyverek, mint most. Félelmetes, hogy mi történik. És Rákóczi pontosan tudja, hogy vége, egyszer vége lesz. És ő az első olyan határozott karakterrel rendelkező
államférfi, aki látja, hogy a nemzet közben úgy meggyengült, hogy nemzetközi béke szerződésekkel kell garantálni a magyar szabadságot. Ezért dolgozik. Miért? Mert ha Európa országai nem tudnak rólunk, akkor hatalmi kérdések útján megint meg fogják szegni a szerződéseket, amit a nemzettel kötöttek. Tehát ez mit jelent? Nem csak mi kötünk mondjuk egy Habsburg uralkodóval szerződést, hanem Európa nagyhatalmai, ma úgy mondanánk, ugyanúgy ott vannak a tárgyaló asztalnál, és a szabadság jogokat garantálják. Ezt meg kell mondani, sajnos, tehát én ezt így fogalmazom, sajnos, ebben nagy előrelátás volt. Tehát hihetetlenül nagy előrelátás. És a helyzetnek a felmérése. Következő idézet. Rákóczi magáról azt tartotta, hogy ő a király személyét képviseli ebben az országban. Hát ezt Ervárkonyi Ágnes írja például. Udvari tanács tagjai úgy tisztelték őt, mint királyukat. És Rákóczi alakját a katonaság körében is körülfogta az élő Mátyás király hagyomány. Na, emlékezzünk, honnan indultunk? Milyen hagyomány van Rákóczi körül? Az élő Mátyás hagyomány. Persze mit lehet mondani, Hunyadiak idejében volt utoljára nagy az ország, hát nyilván visszasírjuk, nem ilyen egyszerű a dolog. Miért? Mert egy Bethlen Gábort nem üdvözöltek úgy, hogy itt az élő Mátyás király. Adott esetben nyugodtan megtették volna. Viszont Bethlen Gábor anyai ágon honnan származtatta saját magát? Stockholmi Pál svéd diplomata is leírja. Bethlen Gábor forrásgyűjteménye, emlékezete forrásgyűjteményben is olvasható. Általad nyert szép hazád, Bendegúznak vére, magyar himnusz, magyar himnusz. Megtanulja a gyerek a irodalom órán, megtanul egy hiteles magyar történelmet, mert lábjegyzetben, talán még a tankönyvekben is ott van, hogy Bendegúz Attila királynak az édesapja. Tehát Bendegúz vére az Attila király vére. Szent Erzsébetet nem így hívták, hogy Árpádházi. Ez 19. század, Árpádház megnevezés. A Bakai Kornél hányszor elmondta? Interjú, előadáson, Dümmer Dezső hányszor leírta? Árpádok nem Árpádoknak hívták magukat. Na, ide jutottunk. Pedig Árpád nagy név. Világtörténelem, Jézus születésével induló világkorszak világtörténelmének Árpád a legfontosabb, legnagyszabásúbb történelmi tettét hajtja végre. Második bejövetele a magyaroknak. Nem első, és nem honfoglalás. Magyar források soha honfoglalásról nem beszélnek. Visszajövetel, bejövetel. Kik jöhetnek vissza? Hát akik mindig is itt voltak. Arany Jánost olvassunk. És képzeljük el, irodalom órán jelesre megtanulja a himnuszt, átmegy a történelem órára. És azt mondja, hogy Attila magyar király. És innentől kezdve már a tanár jó kedve vagy rossz kedve fog dönteni. Véletlenül nem tűnik úgy, hogy amit nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal, vagy a bal, hogy mit csinál a jobb. És így nőnek föl. Ne csodálkozzunk, hogy ekkora a zavar. Országház épületében még ott van a vadászterem. Aki járt ott, hát megadatott, hogy többször jártam, láttam, ott van a freskó, Körös Fői Krisaladár freskó, építés után készül. Attila király vadászata. Hát Ady Endre költészetében. Ne felejtsük el, mi gyakorlatilag 1920 óta készülő történelmi világ alapján tanuljuk újabban a történelmünket. Na, minden esetre tehát Attila király nemzetségének, vagy Turul nemzetségnek hívják a történelmi nemzetséget. A közvélemény a nemzeti királyság feltámasztását várta ettől az országgyűléstől, ez az Széchenyi országgyűlés volt. Rákóczi királyi pompával vonult le fényes udvari hadak vezér, kíséretében a Széchenyi várvonal, ekkor választják vezérlő fejedelemmé. Ami megint egy külön tétel, vezérlő fejedelem. Tehát nem vezér, nem csak fejedelem, nem beszél arról, hogy nem kormányzó, vezérlő fejedelem. Tehát egyszerre egy olyan szakralitás fogalmazódik meg benne, tehát egyszerre a világi és az úgynevezett
szakrális királyi szerepköröket, hát királyság nélkül kell gyakorolnia. De már a vezérlő fejedelem egy olyan uralkodói státusz, ami tökéletesen megfelel annak az útnak, amely úton esetleg a Szent Korona irányába el lehet jutni. Következő idézet. Mátyás király hagyományai elevenednek fel Rákóczi fejedelmi udvarának nem csak külső fényében, királyi pompájában, hanem udvara szellemében és uralkodói tevékenységében is. Rákóczi uralkodását az országos közvélemény úgy illeszti be a magyar történelem folyamatába, hogy Mátyás királyhoz hasonlítja őt. Most már alig fogok többet idézni, csak ezek azért mégiscsak jelentős tételek. Miért? Emlékezzünk a kiindulásra. A címer használat. A fekete sas egy későbbi időszak. Eredetileg, hozzáteszem, a hinni lehet a címertan kutatás történetének, az ősidőkben bizony fekete holló volt a címerük. Az más kérdés, hogy a pálosrend címerében is az van, de még inkább megint gazdagodtunk a jelenségekkel. Rákóczit környezete is Mátyás királyhoz hasonlítja, és Cegei Vas György, kolozsvári vicekapitány, amikor erdélyi fejedelmségbe beiktatják. Nem tudom, hogy hallottuk-e a nevet. Cegei Vas György. Nem ismerünk valakit, aki magyar irodalomban már szinte tananyag? Hát Vas Albert ennek a vonalán érkezik meg. Vegyük észre, van történelmünk, van folyamatosság, kontinuitás. Még ilyen szinten is. Egész kuruc Magyarország óhaja, adná meg Isten neki Mátyás király egész birodalmát. Na, hát még egy-két idézet. Még ráteszünk egy, hogy úgy mondjam, harmadgyenge forrásadatolással. Ezt maga Rákóczi írja az emlékirataiba. A nevezetes bátori család, hát gondolom tudjuk, hogy a bátoriakat is behívott nemzetségből származtatják. Mit lehet mondani? Bátor dolog. Ezt leginkább egy bátorinak kellett volna, de nagyon bátran mondani. Mert valószínűleg nem sikerült volna olyan bátran. Tehát szinte mindig abban lelnek örömet, hogyha valahol megjelenik egy idegen elem. És arra lehet tornyokat, várakat építeni. Az, hogy az légvár, az nem számít. Az, hogy ez dilettantizmus, az nem számít. Az, hogy a családtagok mit mondanak, hát az meg végképp nem számít. Miért? Hát mert tudjuk. Na nézzük meg Rákóczi, hogy gondolta. A nevezetes bátori család egyik ága Ecsedről nyerte a nevét, és Evár akkor jutott örökség útján családom birtokába, amikor ez a család apai részről való nagyanyámmal kihalt. Címerében három sárkányfog volt, a fogak közül egy sárkánnyal. Minden időkben az volt a hagyomány, hogy amikor a szkíták megtelepedtek az országban. Kik? A szkíták. Mert a magyar nem csak magyarnak hívják, nem csak hunnak nevezik, hanem az alap megfogalmazása szkíta. Tehát Bonfini, amikor azt írja Mátyásról, hogy Mátyás ékes szkíta nyelven szónokolt, akkor elnézést, milyen nyelven szónokolt? Ékes magyar nyelven. Hát még Ady Endre idejében is, aki ostoroz, rugdos, bánt, gúnyolódik, hát végig szittyákról beszél. Tehát vegyük észre, lekésünk a saját múltunkról. És semmi baj az, hogy újra fogalmaznak dolgot, de miért mindig egy irányba? És abba az irányba nem lehet sokáig eljutni. Érzem, bementem egy Zsák utcába. Vagy meguntam a várakozást, meg közben lement a nap, és a Zsák utca végén alszom egyet, felébredek, eszembe se jut, hogy miért mentem el oda, és elmegy egy élet gyakorlatilag. Hát amit megtanulnak iskolában. Egy gyerek örül, hogy kikerült az életbe. De azért mégiscsak beülnek dolgok. És az, hogy egy népmese úgy fejezi be a történetét, hogy aki nem hiszi, járjon utána, ez egy pedagógiai alapelvnek kéne lenni. Járjál utána. Ha nem számítógép program egy gyerek, hogy beprogramozzák. Ha biorobot világ, ami nagyon készül, majd el. Jut oda. Amikor a szkíták megtelepedtek az országban, egyikük az opos nemzetségből megölt egy sárkányt azon a helyen, ahol ezt a várat építette. Na de figyeljünk oda, hogy nyilatkozik Rákóczi. Akkor kapta a bátor nevet. Emlékszem, hogy a kincstárunkban őrzött ritkaságok között láttam egy buzogányt,
amellyel Bátor a sárkányt megölte. Aztán ugye elmondja, hogy a sárkány nagy, a buzogány kicsi, úgy tűnődik, hogy valóban ez volt-e. Na de a hagyományok, hogy még azt is őrzik, amivel, hát egyébként tudjuk, hogy az a északkeleti sarka az országnak, hát az egy hatalmas sárkányos hagyománnyal rendelkezik, mind a mai napig lehet a néphagyomány útján gyűjteni. És hát a legszebb az most következik. Ez a magyar rendeknek kiáltványa a világhoz 1704-ben. Na most ilyen tömören meghatározni a helyünket a világtörténelmében. Most képzeljük el, hogy mi történik. Tájékoztatni kell a művelt világot, hogy nem rebellió van, nem lázadás, hanem mi a törvényekhez ragaszkodunk. Ha az uralkodó betartja a törvényeket, abban a pillanatban Rákóczi is azt mondja, nem kell neki királyság, erdélyi fejedelemség. Miért? Mert az a garancia, a zálog, hogy nem lehet majd visszaélni mondjuk a becsülettel, meg a tisztességgel, vagy az adott szóval. És így szól a szöveg, bemutatkozik az ország. Hát ma nézzük meg, milyen képeket állítunk ki magunkról. Ha az nem népművészet és néphagyomány, amire éppen van elég szép tanulságos példa, akkor New Yorkig elmegy, Washingtonig pár évvel ezelőtt a magyar néphagyomány, mi történt? Kiderült, hogy az egész világ erre kíváncsi, és nem arra, hogy mi, és nem az ifjúság. Hát nézzük meg, a felnőttek, nagyon sokszor öregek milyen világot majmolnak. Milyen világot? Nem erre kíváncsiak. Hát ilyen mindenhol van, fogyasztói társadalom. Ti mit tudtok mutatni a világnak? És milliós nagyságrendben pár évvel ezelőtt. Ez is túl jól sikerült. Mindig lekerül a napi rendről. Hát nem véletlenül járnak mindig ide olyan sokan egyébként, nem csak azért, mert szép a táj, és egyéb jellegű dolgok. Van egy varázsa az ügynek. Hát az egyik ismerős körből, Londonban kint él egy diák, és lányról van szó, és egy olasz kapcsolatot talált magán, nemzetközivé lesz a világ, hát ilyen interneten. És amikor egy magyar népdalt ennek a Genovába, vagy nem tudom hol élő fiatalembernek elküldött, hát ami egy világhírű filmnek is a betétdala volt, ez a szerelem-szerelem tétel. Nem hitte el, hogy van ilyen ének, hogy ez magyar népdal. Hetekig azt hallgatta. Akkor mi a baj az ifjúsággal, a nyugaton lévő ifjúsággal? Hát nem tud, nem kapják meg azt, amire ők is vágynak. Itt meg bennünket beszélnek le róla, hát ez kinek kellene? Hát Berecz András talán egy ismert példa. Nem egyszer elmondta, hát többször személyesen is elmondta. Hollandiában népzene fesztivál. De ez még 90-es években. Francia, holland, német, nincs is ilyen népzene egyébként, mert chansont könnyen már össze lehet téveszteni. Egy-két dalt elénekelnek. Felmegy a színpadra, énekel, visszatapsolják. Mi történik? Másnap hajnalban még ott van a színpadon, és van mit énekelnie, és visszatapsolják. És ez a művelt nyugat. Nekik már nincs ilyen hagyományuk. Na de nem ezt akarom én hangsúlyozni, hanem a következőket. Nemzetünk ősi, mint az ország, amelyben élünk. Gondolom észrevettük, zseniális ez a mondat, pedig fordítás. Nemzetünk ősi, mint az ország, amelyben élünk. Egy mondatba tisztázni lehet a dolgokat. Egyébként minden nyelvész elmondja. Európában melyik az a nép, amelyik nem származék nyelven beszél, hanem alapnyelven. Tudjuk mi az, hogy származék nyelv? Valamilyen másik nyelvből származik. Például új latin nyelvek. Új latin. Miért új latin? Mert nincs ilyen, hogy francia ősnyelv. Nincs olyan, hogy spanyol ősnyelv. Nincs olyan, hogy olasz ősnyelv. De olyan sincs, most váltunk, hogy angol ősnyelv. Miért? Mert William Shakespeare műveit ma, ha előadják Londonban, csak szinkron tolmáccsal lehet előadni. Miért? És ez nem a világ világa, virág virága,
ó magyar Mária síralom ideje. A magyar pedig alapnyelv. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, amit Jókai Mór nagyon egyszerűen mond, hogy mi a baja a finnugorizmussal, semmi. Szerint a magyar mindig magyarul beszélt. Hát ez persze, hogy sokaknak fáj. Mi nem lehet fölzárkóztatni. Tehát innentől kezdve gondoljuk végig. Származék nyelvekkel, ukrán irodalom legnagyobb költője a 19. században. Milyen nyelven írja a verseit? Oroszul írja, mert az ukrán nyelv még nincs abban az állapotban. Tehát ezek alapvető problémák. De nemzetünk ősi, mint az ország, amelyben élünk. Leszármazottai vagyunk a régi pannonoknak, akik nagy hódításokat vittek végbe úgy, hogy hazánkat sohasem igázták le a velünk hadat viselő hírneves hódítók. Unokáik vagyunk azoknak a harcos népeknek, amelyek hadvezéreiket és főembereiket mindig maguk választották. Tehát demokrácia. Tehát mindig maguk választották. És amikor mi harcolunk a jogokért, akkor kiderül, rebellis. Nem demokrácia, ez nem. Ez már rebellió. És akiknek mindig csak a parancsolás jogát adták, nem pedig a büntetését. Mert atyáink annyira szabadok voltak, hogy uraiknak csak az isteneket ismerték el, és a bűnösöket is csak az akkor imádott pogány istenségek papjai büntethették. Itt vagyunk az ősvallás kérdéskörnél. Rákóczi idejében még tisztán látják az ősvallás világát, és az akkori társadalmat. Hát Ipoly Arnold, aki római katolikus pap, pályafutása végén váradi püspök, mit ír az érsek szóról? Érsek szó. Tehát megint hány római katolikus honfitársunk tudja? Az érsek ősi pogány főpapi nevezet. Pont. Boldogasszony? Hát mindenki tudja, egész kereszténység történelmében egy olyan azonosítás van, ahol egy ősvallás istenasszonyát azonosítják magával, Szűz Máriával. És senki nem, ennek nem okoz problémát. Kálmán Lajos, Szeged környéki plébános, római katolikus, akadémiai székfoglaló beszédét 1800-as évek végén ebből tartja. Tehát vegyük észre, hogy mi történt. Nem Szent István óta, így a 20. század tizedei alatt mi történt. És nem körbe nevetik. Hát képzeljük el, neki egyház felé is képviselni kell a hitigasságát. Boldogasszony, ősvallásunk, istenasszony, és mit mutat ki? Hát tulajdonképpen Szűz Mária jelenségkörrel azonosítható. És a régi himnusz, amit így is szoktak mondani, boldogasszony anyánk. Boldogasszony anyánk. Így hangzik. Tehát, amikor Magyarország első keresztény királya, inkább katolikus így fogom, nem is keresztény, hanem teljesen más ügy, de most ebben nem megyek bele. Szent István trónra lépett, népe elé szabályokat állított, de ezek inkább hasonlatosak voltak az atyai intelmekhez. Ma nézzünk meg egy augusztus 20-ai ünnepi műsort, István a király. Elnézést, ez pedig a mi fiatalkorunknak olyan szellemi terméke, amiről a szerzőpáros szövegírója is elmondta, semmi történelmi alapja nincs. De azért lehet modellezni. Miért? Mert az egyik harcol a másik ellen, és az egyik kiiktatja a másikat. Tehát magyar-magyar ellen. Mit lehet van? Gratulálunk. Gratulálunk. Hát Ady Endre még nem tud Koppányügyről. Vegyük már, Petőfi le se írja talán a Koppány nevet. Hát vegyük már észre ezeket. Na de olvasom tovább. Mint sem uralkodói törvényekhez. Második András király trónra lépvén nem csak megerősítette a királyság valamennyi törvényét, hanem egyensúlyt is akar teremteni a királyi hatalom és a szabadság igazsága között, és az 1222-ben kibocsájtott híres ediktumát, amelyben megerősíti a magyar királyság ősi jogait és szabadságait. Na ezért megy a harc. Tehát, hogy a nemzet visszanyerje saját önrendelkezési jogát, és meg kell állapítani, hogy azóta tulajdonképpen mi a helyzet. Ilyen néhány évtizedes szakaszokat leszámítva. Mert van, amikor mondjuk egy Habsburg uralkodó is úgy tevékenykedik, hogy nem is tudom, hogy kéne befejezni ezt a mondatot, de ezek ilyen rövid szakaszok. És az 1848 se véletlenül indul el.
És végül hogy fejezi be Rákóczi a pályafutását? Hát van a testamentum, a végrendelete. Na, itt térünk vissza az, hogy van kortársa. Most képzeljük el, ha valaki így végrendelkezik. Ezt leírja. Egyébként április 8-án nagypénteken hal meg. Tehát ezt az utat nem is jártuk úgy végig. Tehát jó, nagypénteken bárki meghalhat, mert mozgó ünnep, és valószínűleg halhatnak is meg, de nem mindenki második Rákóczi Ferenc. És Mikes elemen is leírja, nem véletlen. Tehát nem véletlen, hogy nagypéntek hajnalán halt meg. Neki ez a nap járt. Ez tényleg méltán jelzi, hogy ki volt a fejedelem, aki közöttünk volt. Na most így végrendelkezik. Szívemet kitárva szólok hozzád, én Istenem. Miután oly sok évig szóltam az emberekhez, és szavaim nem találtak meghallgatásra. Szeretném azonban hinni, hogy csak politikai okokból. Nagyon udvariasan fogalmaz. Nem támogatták kéréseimet úgy, ahogy irántam tanúsított barátságuk megkívánta volna. Nem emelek panaszt ellenük, Uram, és őrizkedem attól, hogy rosszat kívánjak azoknak, akik azt követelték, hogy egyetlen keresztény fejedelem országába se nyerjek bebocsájtatást. Egyetlen keresztény fejedelem országába se nyerjek bebocsájtást. Még az angol szövetség, mert mindenki szövetséges volt, hát ő nem Franciaországba akart elsősorban eljutni. Mindenhol lezárják a kikötőket. Hát ez csak egy megjegyzés volt. Hiszen te ítélkeztél így fölöttem, és az emberek csak a te ítéleteidet hajtották végre. És te látod a szívemben, Istenem, hogy igazán szeretem valamennyiüket, irántad való szeretetből. Kérlek, bocsásd meg azoknak vétkét, akik legtöbbet üldöztek és rágalmaztak engem. Van ilyen? Politikai szinten? Államfői szinten? Ebben a korban? Abban a korban? Közel távol nincs. Na ez második Rákóczi Ferenc. Tehát egy olyan erkölcs és emberi nagyság, hát beszélhetünk mi bármiről. Esze Tamástól, Buga Jakabon keresztül, tényleg Bercsényi Miklós, sziporkázó zseniál, de hogy ki volt a vezetőjük? Az a korszak miről szólt? Hogy mi a magyar szabadság? Hát ez Bersenyi Dániel fogalmazza meg pont a Kupa drámájába egyébként, mert hát ő ide nem messze Koppány vezér földjén foglalkozott a kérdéssel. Amikor Kupa a Koppány vezér fia, a Bárdos, na most lesz egy olyan magyar király, akit egyébként a Bárd, alabárd vagy csatabárd attribútuma fog jelezni. Ilyen fia van. Na azt mondom, ez irodalmi szinten ezt a vonalat kellett volna követni. Ezt követik Koppány István ügyben. Még csak véletlenül sem. Megvan a magyar alaphangja az ügynek. És igen, ám, de kirobban egy párbeszéd Koppány az apa és a fia között. És azt mondja, hogy ha a mi szabadságunk, Berzsenyi Dániel műve, ha a mi szabadságunk más népek rovására fog szabadságot jelenteni, édesapám, nekem ilyen szabadság nem kell. A magyar minden nemzedékében tudott emberiségben gondolkodni. Ugyanakkor pedig ezt nem mindenhol lehet felfedezni. Tehát nem önös érdekről van szó, hanem van egy hatalmas látómezeje és látóköre. És akkor kérlek, bocsáss meg azoknak végét, akik legtöbbet üldöztek és rágalmaztak engem, hiszen bizonyára abban a hitben tették, hogy igazságosan cselekszenek. És ha az ő tudatlanságuk nem nyerne bocsánatot a te színed előtt, én kérlek könyörögve, bocsáss meg nékik, mert bátran mondhatom, nem tudták, mit cselekszenek. És mikor halt meg? Hát amikor valaki ezeket a szavakat mondta a keresztván, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hát én viszont most már tudom, be kell fejeznünk, mert nagyon elment az idő. Köszönöm szépen a figyelmet!